Ezek a felvételek a Móricz Zsigmond általános iskola tanévvégi gáláján készültek. A pandémiás időszakot követően az intézmény munkatársai nagy lelkesedéssel várták már az ehhez hasonló nagyszabású rendezvényeket, így ezt a színes színpadi program kínálatot felvonultató gálát is. A rendezvény apropóján Horvátné Ottinger Hajnalka igazgató azt mondta, a gála első felvonására sok szeretettel várták az oktatási intézmény egykori igazgatóit, illetve a nyugalmazott pedagógus kollégáikat. Természetesen elsősorban a nyugdíjas kollégáinknak küldtünk ki tiszteletjegyes meghívást, valamint az intézmény korábbi iskolai igazgatói, akik már nyugdíjas éveiket, napjaikat töltik, Jakabné Józsa Klára igazgatóasszonyt, illetve Jankó Árpád igazgató urat. Ide várjuk még polgármester urat is a mai estére, illetve hát még lesznek tiszteletbeli meghívott vendégeink, de annak a sor egy kicsit hosszú lenne. A színpadi programok apropóján az igazgató azt mondta, a fellépő diákok nagyon várták már a gálát, így mindenki nagy erőkkel készült. A három részes előadás során pedig az intézmény számos diákja megmutatta a tehetségét, így a kórusok mellett a végzős tanulók előadását is megtekinthették a vendégek. Három részből fog felépülni a mai hangversenyünk, évvégi koncertünk. Az első részben a kórusok fognak fellépni, a nagykórus, a kiskórus, illetve a fiúkórus fog szerepelni, illetve az alsó tagozatosoknak egy kis csoportja. Utána lesz egy rövid kis technikai szünet, ezt követi egy néptáncos etap, egy néptáncos csokor, megint majd egy kis technikai szünet, és akkor következik a búcsúzó végzős nyolcadikos diákjainknak a műsor, ami maradjon egy előre meglepetés. A rendezvényre ellátogatott Pintér Tamás polgármester is. Településünk első embere volt, móricos diákként kiemelt figyelemmel kíséri az intézményt, munkáját, és mint azt elmondta, hatalmas örömmel érkezik a Móricz iskola vezetése által szervezett rendezvényekre. Minden iskola közel áll a szívemhez, de a Móricz iskola az, ami leginkább olyan emlékeket ébreszt bennem, amire nagyon boldogan emlékszem vissza. Főleg úgy, hogy múlt héten találkoztam a volt osztályfőnökömmel, általános iskolai osztályfőnökömmel, akivel nagyon sok emléket fölidéztünk, és többek között egy ilyen gálát is fölidéztünk, amikor azt beszéltük meg, hogy mekkora élménnyel, mekkora boldogsággal léptünk akkor a színpadra. Én azt gondolom, hogy minden gyermeknek ez egy fantasztikus nagy esemény. Bízom benne, hogy jól fogják magukat érezni, illetve a szülők is, akik megtekintik őket. Pintér Tamás elmondta, ma is számos kedves emlék jut az eszébe a Móricz iskola gáláival kapcsolatban, így például az egykor általuk előadott művek és dalok is. Még mind a mai napig dúdolom azokat a dalokat egyébként, amiket akkor elénekeltünk, mint a Hegedűs a háztetőnt, vagy a Buzsika hangját, ezek mindig olyan emlékeket ébresztenek bennem, amikor meghalom valahol, amire nagyon boldogan emlékszem vissza. Az elmúlt időszakban számos kiváló program valósult meg a Móricz Zsigmond általános iskolában. Mindezekről az oktatási intézmény hivatalos és közösségi oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.